Új együttműködési megállapodás született pénteken Nyíregyházán. A törvényszéknek a Kisvárdai járásbírósággal és Kisvárda önkormányzatával kötött megállapodásának tárgya a hagyományápolás és a kulturális értékek megőrzése. Ez mindhárom intézmény társadalmi felelősségvállalásának része. Az együttműködési megállapodásban a hagyományőrzésre, a művészetek és a tudomány együttműködésére tett itt fogadalmat ezzel az együttműködési megállapodással. A bíróság a helyet ad, a Kisvárdai járásbíróság a helyi kulturális programoknak, illetőleg a város való együttműködésben lehetőség nyílik arra, hogy mind a bírósági dolgozók, mind pedig az oda érkező jogkereső közönség megismerje Kisvárda város hagyományait művészeti, tudományos vagy kulturális területen. Kisvárda az elmúlt években egy kulturálisan pezsgő várossá nőtte ki magát, ezért szeretnék a lehetőségeiket még tovább bővíteni. Ennek egyik lépése, hogy a Kisvárdai járásbíróság különböző kulturális eseményeknek biztosítson helyet, így a művészeten keresztül bátrabban belépjenek az intézménybe az érdeklődők. Kisvárda városában nagyon jó kialakult hagyományok vannak, kiállításokkal, tárlatokkal, sőt kaptunk egy nagyon komoly gyűjteményt is egy soproni úrtól, és azt hiszem, hogy adottak a lehetőségek. Számomra öröm az, hogy egy olyan helyen is kiállíthatunk, ami eddig nem volt rá lehetőség, vagy nem igazán gondoltunk rá. Tehát kikerülnek azok a pontok, amelyek eddig fix pontok voltak a kulturális életben, és nyitunk egy olyan terület felé, ahol nagyon fontosnak tartom, hogy a kultúra megjelenjen. A nyitott bíróságprogram évek óta hatékonyan működik a városban, ezért tovább gondolták a lehetőségeket. A művészet egy olyan nyelv, amit bárki szívesen befogad, ráadásul a Kisvárdai járásbíróság épülete területileg is nagyon frekventált helyen található, így minden adott az újabb lehetőségek kiaknázásához. Eddig ebben az évben 4 kiállítást tudtunk befogadni, szeretnénk ezt folytatni, reményünk szerint erre lehetőségünk is lesz. Nagyon jó kiállítás anyagról hallottam Arany János centenáriuma kapcsán, tehát évvége felé még hogyha ezt be tudnánk fogadni, ennek nagyon örülnénk, de Sipos Enikő összekötünk a polgármesteri hivatal részéről, már egy újabb kiállítást is ajánlott, tehát jövőre nem lesz ennek akadálya reményeink szerint. Kapinné dr. Farkas Gyöngyi hozzátette, a bíróság felújításáig folyamatosan szeretnének helyet biztosítani kiállításoknak, és a munkálatokat követően újabb tárlatokkal bemutatni Kisvárdát és térségét az érdeklődőknek.